A magyar sajtóban elsőként az akkor még független Origó írt az Elios ZRT-ről, a ma már a Direkt 36-nál dolgozó Pető András cikke beszámolt a Tiborcz István és Erdei Bálint cégei által megalapított vállalkozásról és arról, hogy a közgép tulajdonrészt szerzett benne. 2012-ben aztán az Átlátszón jelent meg Ferenczi Krisztina cikke a Tiborcz családról a földpályázatok kapcsán, ebben szintén előkerült Tiborcz István cégének neve. Aztán 2013. szeptemberében Becker András az Átlátszón beszámolta arról, hogy néhány év alatt milyen fantasztikus gazdasági teljesítményt ért el az akkor már Elios ZRT néven működő cég. Becker azt is bemutatta, hogy ehhez a nagy sikerhez közpénzből finanszírozott közvilágítási és naperőműves projektek kellettek. 2014-ben aztán Becker András és Oroszi Babett összeszámolta, hogy pontosan mennyi közpénzből finanszírozott projektet nyert el az Elios, és ebből mennyi bevételt szereztek. 2015-ben Becker András bemutatta, hogy az Európai Unió csalás elleni ügynökség az OLAF mutatóinak tükrében mennyire gyanúsak voltak az Elios által elnyert közbeszerzések. És az idő Becker András igazolta, igaz, hogy ma már kamionsofőrként dolgozik Európában, tehát nem csak az újságírást és az Átlátszót hagyta ide, az országot is. Az OLAF vizsgálata bebizonyította, hogy valóban csalás gyanúsan nyerte el az Elios a közvilágítási projekteket. Ha bővebben érdekel a téma, akkor olvas róla a cikkben.